Na, sziasztok, én Owen vagyok, és ez itt a GTA 5. Mitoszok és legendák sorozatom legelső része lesz. Ugye, mint tudjátok, a csatornámon már a GTA San Andreas mitoszok és legendák első évadját már megcsináltam korábban, ami 10 részből állt, és ugye jött egy második évadot, amit egyébként be is fogok tartani. De egyelőre most belekezdenék a GTA 5-ös legendák és mitoszok sorozatomban. Nem tudom, hogy hány részes lesz összesen, de mindenféle legenda és mítosz van ugyanúgy elrejtve ebbe a játékba is, mint az összes GTA-ban, vagy az összes Rockstar game-ben úgymond, úgyhogy amit lehet, én végig fogom csinálni. Ha tudtok különlegeset, nyugodtan írjátok le, küldjetek linket róla, hogy mit tudtok, hogy mit kéne elnézni, ti mit tapasztaltatok, illetve természetesen az elkészült videókról is várom a visszajelzéseket. Elmenni, ami fent a hegyekben, inkább ott a hegység közelében lesz található. Egy elhagyott bányáról van szó. Ez a bányát elvileg lezárták, mert gyilkosságok történtek benne. Sok ember halt meg abban a bányában, illetve akik már vizsgálták ezt a mitoszt, illetve legendát, jeleztek nagyon sokan vissza, hogy különös hangokat lehet hallani, szellemjárás van ott, tudjátok, ez a szokásos. És én erre vagyok most kíváncsi, úgyhogy most odafele tartunk, az időjárás is pont megfelelő. Ami érdekes még ezzel a mitosszal kapcsolatban, hogy valaki vámpírokat állított, hogy vámpír járt a hely. Tulajdonképpen, ha minden igaz, egy elhagyatott bányát kell majd találnunk. Egy régi ásatás. Régi ásatással kapcsolatos bányát kell találnunk, ahol elvileg arany és ilyenek után kutattak az ott dolgozók. De sosem találtak semmit, helyette egy borzalmas dolgot találtak. Egy vámpírt. Egy vámpírt, aki megölte ezeket az embereket. És az emberek teste, lelke ott maradt, és mai napig is lehet hallani elvileg a sikoltozásokat, illetve a... az ilyesmiket, úgyhogy kíváncsi leszek nagyon erre a mitoszra és legendára, és ahogy ígértem, megpróbálok minden ilyen hasonló mendemondának utána járni. Ez egy elég komoly sorozat lesz, tehát nem viccelődés, meg semmi. Én ezekre tényleg kíváncsi vagyok. Nagyon szeretem egyébként a Rockstarban azt, hogy külön csinálnak ilyen kis érdekességeket a részekbe, tehát az, hogy téged is érdekel, hogy vajon ez igaz-e. Jó, természetesen most sem állítom azt, és talán több százalékban mondom azt, hogy egyáltalán ne gondolja senki, hogy ezek igazak, és hogy benne vannak a játékban. Az ember azt mond, amit akar, nyilván, de abba senki sem hal bele, ha tényleg utána nézünk. Hát közben meg is érkeztem. Ugye erről a helyről van szó, ugye látjátok ott a bejárat. Ugye közelebbről meg is nézzük. Hát igen. Itt van az elhagyatott bánya bejárata, ahogy látjátok. Eléggé el van dugva, ami azt illeti. Mondjuk, hogy itt elmész, akkor látod, de sokan nem vettem. Én még észre sem vettem egyébként, amíg így erre jártam, és farkasokat lehet hallani. Ugye látszanak ezek a ásó, tehát tényleg látszik, hogy ez egy bánya. És ugye itt van egy felvehető dolog, amit össze lehet gyűjteni a játékban, ezt nem veszük fel. És lássuk, hogy mi van itt írva. This property is closed to the public. Secret, no entry without permission. És ha benézünk a lyukon, várjatok, megpróbálok valami olyan nézetet kreálni, hogy lássunk valamit. Tehát, hogyha benézünk a lyukon, akkor láthatjátok, hogy fényszűrődik ki. Ez már most nagyon creepy. Nem tudom, szerintetek van bent valaki? Végülis miért van oda bent fény? Igen, a kérdés felmerül az, hogy hogyan fogunk bejutni. Látjátok, hiába rúgdosom, nem törik be. Úgyhogy egyetlen egy módunk van, megfogjuk a sticky bombot. És kirabbasszuk. És ahogy látjátok, kirobbant a bejárat. Lehet, hogy ezt nem kellett volna. Mert ha van bent vámpír, akkor az most tudni, hogy... Oh my god!
Gyerekek, tudom, hogy GTA-val játszok, de mégis van ennek az egész sorozatnak van egy hangulata. Mi a franc világít? Szerintetek hogy külső nézet vagy belső nézettel menjünk? Még a creepy-b. Próbálok a hangokra is figyelni. Oh my fucking god, man! Kajak félek, érted? Nem hallok semmilyen üvöltözést, és vámpírnak se látom nyomát. Viszont furcsa hangokat hallok, ami idegesít. És elágazik a... Olyan hang van itt, hallod, mintha valaki mögöttem lenne. Tudom, hogy a saját hangomat is... Fuck! Bejöttem a legnagyobb útvesztőbe. Inkább ezzel megyek. Jesus. Ez egy zsákutca. Jó, megnyugodtam. Semmilyen hangot nem hallok, semmilyen ordítozást egyelőre. És ez is egy zsákutca. De miért csinálták ezt ide a Rockstar készítői? Miért zárták le? Miért lehet kirobbasztani? Miért lehet bejönni? Ez valóban feltehetjük a kérdést, hogy valóban tényleg van itt valami mítosz? Tényleg történt itt valami? Tényleg egy kísértet járt a barlang? Egy bánya, ahol vámpír, és minden van. Láthatjátok a kancsókat. Saját árnyékomtól beszartam. Nem jártam. Fuck! Halljátok, nem hiszitek el, de nagyon para itt. Ha? Mint egy morgást hallottam volna. De még egy út.
Hova a francba vezetesz? Még egy zsákutc, ezeket nem lehet vajon így kitörni? Kirobbasztani vajon? Biztos, hogy szétlövöm, ha jön valami velem szembe. Ha? Fuck. És zsákutca. Zsákutca nincs tovább. Várjatok. Vajon ki lehet ezt robbantani? Nézzük meg. Nem, nem lehet kirobbantani. Nem hallok semmit. Ide bent. Csak azt tudom, hogy nagyon sötét van és nagyon félelmetes a hely. Semmi életre utaló, vagy utaló jel nincs. És borzalmasan sötét van. Hangokat sem hallok. De benned van az az érzés, hogy nem vagy egyedül. És ez komoly. Találjuk meg a kiútat. Mert már kezd... Már rosszul vagyok ideben. What the fuck? Csapdába estem? Na ne. Ez hogy került ide? Valaki befalazott. A rohadt életbe. Komolyan mondom. Ez... Kibaszottul nekem legalábbis nagyon izgalmas volt. Hát semmilyen mitoszra, vagy hát a legendára utaló jeleket nem találtam oda bent, viszont viszont nagyon creepy, és maga a hely is nagyon creepy. Nem tudom, hogy mennyire igaz, és hogy nem tudom, hogy tényleg mászkál-e oda bent valami, én semmit nem találtam jelenleg. A fények azok azok is, nem tudom, olyan furcsa, hogy most is úgy látok, mint ott világítana. Lehet, hogy csak textúra, vagy nem tudom. Oda bent mégis sötét van. Vannak különös hangok. Deszka
lecsegések, néha olyan érzésed van, mintha mögötted jönne valaki, tehát nem tudom, nem tudom eldönteni. Én egyelőre hamisnak találom, már mint úgy értem, hogy részlegesen igaz, mert azért tényleg maga a hely és az, hogy tehát felteszed a kérdést, az, hogy mégis miért van itt, hogyha tényleg semmi értem, akkor miért lehet bemenni, miért van lezárva, miért lehet kirobbantani. Szóval igen.